Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Dani vagyok, és egy fontos bejelentést szeretnék felétek közölni. Az utóbbi időben, mint láthattátok, a csatornán elég sok dolog történt olyan tekintetben, hogy például elkezdtem a PUBG-t, valamint a PUBG Mobile-t is, és igazából egy nagy káosz lett az egész csatorna az utóbbi időben, mert oké, hogy vannak lejátszási listák, de még sincsenek így a videók elkülönítve egymástól teljes mértékben, és leginkább úgy láttam, hogy a live-ok miatt történik ez az egész kavarodás. Erre kieszeltem egy teljesen új megoldást, létrehoztam egy DB live csatornát, amit megtaláltok a leírásban, valamint a komment szekcióban, arra legyetek szívesek, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek ezentúl az élőadásokat. Valamint átnéztem a régi Twitch akkumat, és az is teljesen rendben van most már, és igazából bármikor tudok rajta indítani egy élőadást. És igen, ez a másik dolog, hogy a Twitch-et kipróbáljuk. Itt az ideje igazából szerintem ennek, mert, mint mondtam, itt a csatornán sajnos a live-ok összekavarják a dolgokat, és nem túl tagolt így a csatornám. Szóval elég sok gondolkozás után meghoztam ezt a döntést én is, hogy áttérek Twitch-re. Lehet, hogy ez még csak ideiglenes, egyelőre még én sem tudom. Hogyha nem válik be a dolog, akkor mindenképp visszajövök YouTube-ra, és akkor a live csatornán folytatjuk a live-okat. Így viszont a Twitch-en lesznek az élőadások, az összes gameplay-jel kapcsolatos élőadást ott fogjátok megtalálni, viszont erről a fő csatornámról se kell semmiképp leiratkozni, mert minden marad a régiben, kivéve a live-ok átköltöznek ugye Twitch-re, mint azt már mondottam. Maradnak a VOTOS tartalmak, az Airsoftos tartalmak, igazából az Airsofttal kapcsolatos összes tartalom megmarad, a vlogok is maradnak, a telefonos live-ok és a termékbemutatók, valamint a tech videók is megmaradnak ezen a csatornán, szóval tényleg ne iratkozzatok le innen se. Telefonos live-okhoz még annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy vásároltam egy ilyen kis DJI Osmo Mobile 2-est, és igazából már tesztelgettem, valamint nézegettem, beállítgattam, letöltöttem hozzá a szoftvereket, ilyesmi, és nagyon jó, és még érkezik hozzá néhány cucc eBay-ről, és ezt is be fogom mutatni például, és ezzel lesznek ezentúl a telós live-ok. Szóval igen, ezek a tartalmak megmaradnak ezen a csatornán. Térjünk vissza egy kicsit a DB Live nevű új csatornámra, zsírúj csatornámra. Igazából azt arra fogom használni eleinte, hogy Twitch-en, amit közvetitek live-okat, azokat ott vissza tudjátok majd nézni, feltöltöm szépen oda őket, megcímezve, meg lehet találni majd mindegyik live-ot, igazából létrehozok lejátszási listákat kategóriánként, például VOT, meg PUBG, meg hasonlók, például valami más játékkal is játszok, annak is csinálok lejátszási listát, szóval ezen túl ott igazából megtaláltok minden live-ot, ugyanúgy visszanézhető lesz minden, mint eddig ezen a csatornán, csak hát nem lesz ilyen nagy kavarodás, el lesznek különítve a live-ok és a sima videók. Mint ahogy azt már említettem, ez eleinte egy ilyen kis próbálkozás lesz, megnézzük, hogy mi alakul ki ebből, hogyha viszont beválik és Twitch-en is ugyanúgy követni fogtok, mint eddig, akkor ott fogom folytatni, és igazából összegzésként annyit szeretnék kérni, hogy iratkozzatok fel a másik YouTube csatornámra, ami, mint mondtam, lent lesz a leírásban, valamint kövessétek be a Twitch csatornámat, szintén az is lent lesz a leírásban. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, valamint ha tetszett az ötlet, akkor is nyomjatok egy lájkot, írjátok meg a véleményeteket kommentben. Én Dani voltam, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!